Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszter úrnak. Hajlandó kell reklámadót kivetni a Facebookra, YouTube-ra és hasonló multicégekre címmel. Miniszter úr távolléte miatt válaszadása Tálai András miniszter helyettes urat javasította. Felkérdezem, képviselőt, elfogadja a válaszadót. Igen, öné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, a magyar kormány paktumot kötött a Facebookkal és más multinacionális cégekkel. Újabb egy évvel meghosszabbították mentességüket a reklámadó alól. Ez már 4,5 évnyi mentesség, 0%-os adókulcs, miközben világrekord méretű áfával sújtják a magyar embereket, a rezsinövelésen is nyerészkedve. Pedig jövőre 15 milliárd forint bevételt várhattunk volna a reklámadóból a kormányzati becslések szerint. 2019. július 1-e óta, és jelenleg sem kell reklámadót fizessen a Facebook, a Google pedig soha nem is fizetett Magyarországnak. 2010 óta szorgalmazom a reklámadó bevezetését, és azt is kifejtettem, hogy kedvezményt, könnyítést csak abban az esetben javaslok adni, hogyha társadalmilag hasznos világképet sugárzó hirdetésekről van szó, ez esetben mentesülhessenek az adó alól. Például, ha egy joghurtreklám szépnek és vonzónak állítja be a nagycsaládos életmódot. Önök végül egészen más megközelítést alkalmaztak, de az, hogy mindezek tetejében, teljes egészében mentesítik ezeket a multinacionális tech cégeket az adófizetési kötelezettségük alól, évről évre úgy tűnik, hogy most már meghosszabbítva azt, az semmi esetre sem elfogadható. Hiszen önök a multinacionális érdekeket szolgálva elképesztő paktumot kötöttek a Facebookkal és társaival. A Magyar Reklámszövetség a hírek szerint október 18-án kezdeményezte a reklámadó mentesség meghosszabbítását. Rogán Antal rögtön jelezte, hogy a kormány megfontolja a kérést, és végül még aznap benyújtották a törvénymódosítást, a mentesítésüket. Tehát létezik-e az önök kormányzásában társadalmi egyeztetés, a várható gazdasági következmények vizsgálata, vagy eldugott páholyban hoznak döntéseket a magyar emberek érdekeitől elrugaszkodva? Ez számomra itt a költői kérdés. Köszönöm szépen, tisztelt országgyűlés, megadom a szót Tálai András miniszterhelyettes úrnak, parancsol. Köszönöm, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Semmilyen paktumot nem kötött a kormány, sem a Facebookkal, sem a Google-vel, sem a YouTube-bal, mert a kérdésével egyébként ez van. Hogyha paktumot kötött volna, akkor 2014-ben a világon először nem vetette volna ki a reklámadót ezekre a cégekre. Kivetette. Majd azt követően az Európai Bizottság, én megértem, hogy ön nem vesz tudomást az Európai Unióról, és arról sem, hogy Magyarország az Európai Uniónak a tagja, és arról sem, hogy Magyarország a tagsággal kötelezettségeket vállalt, de hát mégiscsak így van, attól függetlenül, hogy ön az EU zászlót elégette. Tehát magyarul az Európai Bizottság rákényszerítette a magyar kormányt, hogy ezt a törvényt függessze fel, és az addig beszedett adókat pedig fizesse vissza. Majd ezt követően a magyar kormány elment az Európai Bíróságra. Az Európai Bíróságon elérte azt, hogy olyan szabályozás készüljön Magyarországon, amely megfelel az Európai Unió jogi elvárásainak, és ez Magyarországon bevezethető. Egyébként ezt egyedül csinálta és tette meg Európában. Így igaz, ennek ellenére 2023. január 1-én sem fog hatályba lépni ez a törvényjavaslat, illetve ez a törvény. Azért nem, mert ahogy ön is mondta, a magyar tulajdonú reklám és média szakma képviselő szövetség ezt kérte a kormánytól, hogy vizsgálja meg, és a döntését bírálja fel. És van egy közmondás. A magyar kormány nem akarta a fürdővízzel kiönteni a gyermeket, és ezért ennek a törvénynek a hatálya most még nem lesz érvényes. Köszönöm szépen. Megköszönöm miniszterhelyettes úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót képviselőnek, parancsoljon.
Államtitkár úr, most még, hát 4,5 évről beszélünk már, hatalmas bevételkiesésről, csak a jövő évben 15 milliárd forint bevételkieséstől tekintenek el, miután tolba mondják a multinacionális tech cégek a törvényeket az önök számára. Álljanak végre a sarkukra, és igenis adóztassák meg, a reklámadó igenis vonatkozik, elvileg valóban 2014 óta, bár jóval korábban szorgalmaztam már itt a parlamentben, de 2014-ben valóban végre önök is ezt elfogadták, és most ennek ellenére az Európai Bizottság előtt mélyen meghajolva, előttük letérdelve elfogadják azt, hogy ezek adómentesen működhessenek. Miközben a Covid diktatúra alatt is két iparág élt el robbanásszerű árnövekedés, az online reklámozás és az online felhőszolgáltatók. Éppen ezért egyébként még ki is kellene terjeszteni ezt a törvényt szerintem a felhő platformokkal is, hiszen például a Microsoftnak is, az Amazonnak is vannak ilyen komoly szolgáltatásai. Tehát én azt javaslom, hogy inkább ezt kiterjesszék, és leginkább léptessék végre hatályba, ha már ez 2014 óta elvileg törvénybe foglaltatott. Köszönöm. Köszönöm, képviselő.